béreljük, viszont most nem újították meg a bérleti szerződésünket, mert a tulajdonos eladja az épületet. Szóval muszáj is. Másfelől viszont olyanná vált a környék, ami számunkra nem komfortos. A mi utcánkban, meg a mi szomszédságunkban bontották le a házakat, ahonnan az embereket költöztették, szóval ez a gentrifikációs folyamat kilök minket, vagy tovább lök minket. Ahogy nőttek a dolgok, amiket csináltunk, eléggé kinőttük ezt a helyet, ami most vagyunk, ezt a teret, és ezért szükséges is, hogy egy nagyobb helyre költözzünk. Ez az épület, ez a Ganz telepnek a része, szóval egy gyártelepnek a szerszámgyári részének az irodái voltak. A Gólyától 10 perc gyalog, és 5 perc biciklivel, szóval valójában nincs messzebb. Van egy csomó elképzelésünk, meg folyamatosan áradnak be az ötletek, hogy így miket lehetne csinálni, és emberek is jönnek állni, akik azt mondanak, hogyha megkapom a helyet, akkor csinálom. És az új funkciók, amivel bővül, az egy rakatiroda, különféle szervezetek bérelnének itt helyet. Ezen felül lenne egy műhely, amire szintén van egy külön közösség, egy külön csoport, akik fiatal iparosok, akik szeretnének csinálni egy ilyen hosszú távú projektet, ami a közös műhely használatról, az eszköz megosztásról szól, a másik egy edzőterem. Egyrészt a tagság részéről is van erre érdeklődés, meg igény, tehát én magam is használnám heti rendszerességgel az edzőtermet. Másfelől, mert fontosnak tartjuk a sportot, meg fontosnak tartjuk az olyan funkciókat, amik olyan szabadidő eltöltésről szólnak, amik inkább megerősítik az embert, meg feltöltődésre adnak lehetőséget. Szeretnénk egy kicsit elmozdulni abba az irányba, hogy ezt tegyek ki a tevékenységünknek egy részét, nem csak a bulisztatás. Hát a szövetkezet 6 éve alakult. Az alap az, hogy közösen birtokoljuk a helyet, szóval mindannyian tulajdonosok vagyunk. Nem lehet tulajdonosnak lenni anélkül, hogy ne dolgoznál. Jelen pillanatban számukra úgy legmegfoghatóbb az, hogy a szövetkezet mit jelent, és az, hogy felelősséget vállalunk egymásért, felelősséget vállalunk a vállalkozásért, és felelősséget vállalunk a küldetésünknek a teljesítéséért. Ez leginkább abban látszik meg, hogy most belevágunk ebbe, és azt érzik a tagok, hogy ez akkor működik, hogyha mind számíthatunk egymásra. Ez számunkra mégis egy ilyen kényszerű lépés, szóval nem terveztük ezt évekkel ezelőtt, körülbelül egy éve vágtunk bele ennek az egésznek a megtervezésébe, vagyis a helykeresésbe. De még hogyha ez nem is lenne, valószínűleg akkor sem lenne annyi megtakarításunk, amennyiben ebbe bele tudnánk kezdeni, mert fizettük a bérleti díjat az előző helyen, plusz ez egy olyan vállalkozás, ami abból indult, hogy összeraktuk a kevés pénzt, és nagyon sok munkát megtettünk bele, amit aztán nem tettünk ki pénzként, mert az ott megvan a Gólyában most. És emiatt van az, hogy olyat csinálunk, amit még eddig nem, szóval adományokat kérünk, ez még így soha nem fordult elő. És emellett pedig keresünk hitellehetőségeket olyan bankoktól, akik etikus bankok, akik társadalmi szempontokat is figyelembe vesznek annak elbírálásán, hogy kinek adnak hitelt és kinek nem. És szerencsére már eddig is nagyon sokan támogattak minket, ami nem csak a pénz miatt nagyon megerősítő, hanem azért is, mert látszik, hogy vannak emberek, akik hisznek ebben, és akik ide fognak jönni a helyre, és akkor emiatt azt gondoljuk, hogy vagy ez még jobban megerősít minket abban, hogy ez tényleg működni fog. Miért támogassák az emberek a Gólyát? Ez nem egy elvont dolog abban az értelemben, hogy itt vannak a dolgok, amiket az emberek használnak. Az, hogy már az elmúlt években is rengetegen jártak a Gólyába, és nem csak azért, hogy igyenek meg egyenek, hanem azért is, mert ez egy olyan közösségi tér, ami más, vagy sok szempontból más, és sok szempontból egyedi, és olyan dolgokat el tud csinálni, amit máshol nem. Ezek mind ilyen kézzelfogható dolgok, és ami most pedig a helyen lesz, az pedig újabb funkciók az, hogy ha sikerül megcsinálnunk egy műhelyet, meg sikerül megcsinálnunk egy edzőtervet, akkor ezek mind olyan dolgok, amikben lehet csatlakozni, amelyikben részt lehet venni, és egy olyan központ épül itt fel, ami itt lesz évtizedekig, és lehet számítani rá, és lehet használni. Rock it.